bajnokság negyedik fordulójában a Vác FC vendége volt a BVSC Zugló stadionjában. Az első negyed órában egy-egy kapufát jegyeztettünk fel, a hazaiak előbb egy kapu előtti kavarodás végén találták el, míg a másik oldalon Grünwald dobogott el a bal oldalon, ráadásra aztán szintén a kapufa oldalán csattant. A 16. percben egy pontrúgás után Halasi kapus látványos mozdulattal két kézzel lőtt el a 16-oson belül vágót, ami után a játékvezető a 11-es pontra mutatott. A labda mögé Károly állt, aki szokása a szíven higgadtan lőtt a kapuba. A 20. percben növelhettük volna az előnyt, egy jobbra érkező Károly beadás Szai csúszhatott a kapu felé. A 25. percben újabb gólt szereztünk, egy lecsorgó beiverés után Szalai lőhetett, ami még kijött a kapusról, de a kipattanott kis akrobatikus mozdulattal a kapuba piszkálta. A 39. percben a váciak szinte a semmiből szépítettek. A soron húzogatott befelé balról, majd 25-től lövésre szánta el magát, hatalmas gólt ragasztott a bal felső. A gondjaink csak fokozódtak, 4 minutummal később teljesen aludtunk egy oldalszabadrúgásnál, mire Rukács robbant be tökéletes ütemben, majd a bal alsóba csúsztatott. A második fél elején a váciak jöttek ki megint frissebben, alig 2 perc elteltével Zámbó szedett össze egy szabadlabdát, majd elindult a kapu felé, végül 19 méterről lőtt is, lövésébe csak belepapni tudott Berta, így a jobb alsóban kötött ki. 75. percben Szalai egy jó cselle becsapta a védőjét, csak a kapussal volt már szemben, azonban lövése gyengére sikerült, így Halasi fogta. A 77. percben a Vác is eljutott a kapunkig, egy lecsorgó labdát Szalánszki durrantott kapura, de Berta kitolta. Az utolsó 10 percben több meccs labdánk is volt ahhoz, hogy legalább egy ponttal térjünk haza, Károly szabadrúgása azonban kevéssel mellé pattogott, majd Lukács húzogatott befelé balról, 16 méteres tekerése viszont szintén elment a kapu mellett. A 86. percben Károly fejjel is próbálkozhatott, de hiába érkezett a hosszú negyedül, mellé bólintott Lukács beadásából. Az utolsó lehetőség Ludasi előtt adódott, egy felidelés után pont elérkezett a labda, de balra nem tudta igazán jól helyezni a kapásból a labdát, így az eredmény már nem változott. A KK Hubbó vasárnap 19 órakor az Újpest 2-re nem folytatja a bajnokságot a Széttói stadionban.